Sziasztok! Fejszág Tamás vagyok, a Búg Kicsönnek a séfje. A mai vendégem Bércesi Robi, dalszerző. Ebben az adásban megpróbáljuk rekonstruálni az ő gyerekkori kedvenc vagy nem kedvenc receptjeit. Robi, mi lesz az a két étel, amivel kezdünk? Most nagyon főzte ezt a két ételt nekem, mikor én nagyon kicsi voltam, ilyen 4-5 éves. A főfogás az karfiol pörkölt lesz, és a második pedig úszósziget. Mikor ezt a felkérést megkaptam, hogy a gyerekkor ízei, ugye a műsor címe, és olyan ételeket választok, amelyeket egészen kicsi koromban, 5 éves koromban nagymamám készített nekem, elsőre ez a két étel ugrott be, a karfiol pörkölt és az úszósziget. Ezek ugye a gyerekkor emlékezete ködbe veszik, de ezek mind megmaradtak nekem ezért. Mi is az úszószik? Hasonló madártejhez, ilyen vaníliás tenger, és benne hab helyett gríz szigetek vannak, ilyen karamellás kopogós hegységekkel. Hát megpróbálkozunk vele. Figyelj, legyen az a felállás, hogy én itt főzök, és te segítesz nekem instrukciókkal. Kóstolással. Meg kóstolással, igen, főként. Úgyhogy én elkezdem, és nekem ez az az első kérdésem, hogy mi az első élményed a családi étkezésről, mert erről még nem beszélgettem igazából senkivel, azt hiszem. Hát érdekes módon az első élményem az, hogy nem voltam ott a családi étkezéseknél. Amikor a család befejezte az étkezést, akkor kijöttem a szobámból, és kitettem magam elé a levest, a főfogást, illetve a desszertet egymás után, és egyedül ettem meg őket, mivel hogy én kicsi korom óta egy gyönyörűséget érzek attól, hogyha olvashatok evés közben. Nem is tudok máshogy igazából jó ízűen enni, csak hogyha olvashatok valamit közben. Persze nem ilyen komoly dolgokat, hanem inkább ilyen könnyedebb élettel teli, egyszerűbb olvasmányokat, azokhoz lehet nagyon jókat enni. Az olvasás és az evés az számomra egy gyönyör, egy ilyen másik világba repít, úgyhogy ezért én mindig külön étkeztem a családtól, valami így alakult. Nem is tudok másként jó ízűen enni, hogyha nincs előttem valami olvasni, vagy ha más nem, akkor olvasom kínomba az üdítős doboz oldalán a hozzávalókat, de valamit mindenképpen kell. Vannak könyvek, amikhez nagyon jól lehet enni. Általában életrajzokat, könnyedebb írásokat, a szép irodalom, a komolyabb művek megfekszik a gyomromat, az nem jó. Ellentétben a sok ismerősömmel, én nem filmet nézek evés közben, vagy sorozatot, hanem én is olvasok, és mondjuk ez tök furi, mert ezt nem tudtam rólad. Én most nemrég fejeztem be az Abhegyezőt, és nekem pont ez volt, hogy evés közben. Konkrétan fura, mert én szakácsként nagyon figyelek arra, hogy mit eszem, és így tökre elvonatkoztattam attól, hogy egyébként egyáltalán ettem, és így belemerültem. Sokszor megkaptam magamért, az éppen az aktuális barátom mondta, hogy hát most miért olvasol közben, hát ilyen magyar ember evés közben pofázik, így tartja a mondás. Ugye beszéljünk közben, miközben eszünk, ezt csak viccesen mondom nyilván, hogy magyar ember evés közben nem beszél, ezt mondják, mégis azt vettem észre, hogy azért családoknál az van, hogy azért egy jó szombat-vasárnap ebédnél az egész család mindenki beszél egyfolytában, általában be is rúgnak, vagy olyan is láttam, hogy középen van egy nagy kancsó víz, mindenki abból iszik, és az ebéd közepére már ugye a kancsónak az alja megterik ilyen izékkal, morzsákkal. Gusta. Azt tudom, hogy te nagyon vidéki gyerek vagy, hozzám hasonlatosan, és téged a falusi gasztrokultúra, fúj, egy csúnya szó ez, bocsánat. A falusi étkezés, ételkészítés és ennek a családi vonatkozása az mennyire fogott meg? Azt leszámítva, hogy ettél, vagy olvastál evés közben? Hát ezt nem szerettem, hogy a pénteken bezárt a bolt, és akkor vasárnap már ilyen nagyon száraz kenyeret kellett enni. De úgy alapvetően még kemencénk is volt, és többször előfordult, hogy nagymamám még ott sütötték a kenyeret is, és emellett pedig igen ritkán jártunk ki a boltba, ahol nagymamám volt a boltos, nagybátyám meg a kocsmáros, ja. A falu egyetlen boltjában és kocsmájában, zárójel bezárva. Igen. A lényeg, hogy azt tettünk, ami volt a kertben, illetve hát rengeteg disztóvágáson vettem részt, és nagyjából tojás, tej, mert teheneink is voltak, illetve anyukám még libáztak, volt 2000 liba is, tehát ezeket a húsokat, meg mindenféle dolgokat tettünk, ami a kertben megterem. Maga a disznótól, ami rengeteget részt vettem, az eléggé brutális volt. Emlékszem a disznónak a fekete megpörköldött testére, meg a csirkekopasztásokra. Egyszer egy csirkében találtunk egy egész tojást, az elég durva volt. És hát
azok egy kicsit undik voltak, de nem erre emlékezem, hanem csak a szépre. Én nagyon szerettem, hogy kimentem a kertbe, leszedtem a zöldséget, és még néha mosatlanul is fogtam, megettem, és annak íze volt. Ellentétben a jelenlegi piacon, nem piacon, boltba fellelhető zöldségekkel, gyümölcsökkel. Hát igen, igen. Főleg a tej, az teljesen más, mint amit te italnében állnak a boltban. Ez egy teljesen más állagú ital, egy édes, habos, meleg, teljesen más ízű ital a tej, amikor a tehénből kijön, mint amit a boltban lehet kapni. Ezt az ételt neked nagymamád készítette, volt ennek valami külön apropója? Vagy? Hát, ahogy már említettem, ezek voltak nagyjából megtalálhatóak a kertben, illetve a tejet ugye a tejnek adták, volt három tejünk, 5 éves voltam körülbelül, amikor ezek az ételek készültek, és ezeket az élményeket átéltem, mert 6 éves koromban elköltöztünk. Vidékről? Igen, Komlóra, egy bányászvárosban, akkor nyílt a bánya, és a nevelő apámot kapott munkát, úgyhogy elköltöztünk hamar. Bő 20 éves voltam, talán már alulról vertem a 30-at, amikor elkezdtek érdekelni ezek a különleges ilyen ízek. Nagyon szeretem a nagy tányéron a kis adag ételeket, nagyon, nagyon gusztusosak, sokkal, mint a tele van pakolva egy tányér. Szeretem a gurmé ínyancfalatokat, nagyon szeretem a herkentsüket, de alapvetően mindent megeszek, és nem igazán tudok olyan ételt mondani, amit nem eszek meg. Igazából anyukám mesélte azt, hogy amit elém tettek, azt én mind megettem, tehát nem voltam egyáltalán válogatós. Akkor nincs ilyen szeretem, nem szeretem kaja? Nem tudok most írtani olyan ételt mondani, amit nem szívesen eszek meg. Talán hát a sóskáján nem voltam oda, mert a nevével ellentétben édes. Szóval azt annyira nem. De a spenótot, mindenféle főzelékeket, tehát azokat az ételeket, amelyeket általában leginkább felnőttként szeret meg az ember, azt megettem gyerekként is. Én az a fajta ember vagyok, aki nagyon hálás fogyasztó, mindenevő vagyok, mindent nagyon szépen megköszönök, és tényleg anyukám mondta, hogy soha semmit nem hagytam ott a tányéron, mindent megettem. De figyelj, ez a karfió pörkölt, ez tulajdonképpen ugyanúgy készül, mint egy hagyományos pörkölt. Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszed, hogy igen. Jó. Akkor én ennél többet nem is kérdezek. Az íze az inkább egy tejfölös karfiol, inkább egy főzelékre, vagy egy ragúra hasonlított, vagy az az üveg paprikás. Hát inkább tejfölös volt az egésznek az alapíze. Jó, mert... Hát valahogy úgy nézett ki, hogy galuska volt benne, és úgy nézett ki, mint egy... Mint mondjuk egy marha pörkölt, csak éppen a marha húsáin karfiolva. Aha. És miik lett a karfiol pörkölt? Mondjuk ez egy jó kérdés, mert hogy én ezt viszonylag kevés helyen találtam meg. Anyu szerint a nagymamám találta ki. De aztán utána néztem a Google-be, és mondtam anyunak, hogy azért találtam recepteket, attól függetlenül lehet, hogy a nagymamám találta ki. Anyukám főzött általában, illetve nagymamám, apu nem főzött, és hát anyukám is azt, amit nagymamámtól tanult, zsíros ételeket, húst, hússal, amikor volt. Amikor viszont nem volt, akkor ugye jött a karfiol pörkölt. De nem jellemző már az ilyen hússal evés, bár közel 20 év vegetarizmus után most kinyílt megint az étlap, és valamiért egy bizonyos sötét korszakom elmúltával a vegetarizmusom is eltűnt. Elköszöntünk egymástól, adtam neki egy jó pofont egy tatárbisztekkel, és azóta valahogy megint eszem húst, tehát változatosabb lett az étrendem. Viszont azokat a falusi kőkemény zsíros ételeket már nem eszem meg. Mennyire tartották fontosnak egyáltalán a szülők, nagyszülők, hogy ételt tegyenek nektek az asztalra, és hogy ez nálatok mennyire volt esemény jellegű? Nem ettünk étteremben, nem is rendeltünk ételt, még ott nem is lehetett Komlón. Nagyon zsíros, nagyon falusi ételeket ettem egész gyerekkoromban, egészen 20 éves koromig otthon. Tehát azt a fajta laktató levest, aminek a tetején azért ott egy jó nagy zsírsziget úszott mindig. Aha. Hát szerintem ez is olyan lesz. Már azt mondod? Független attól, hogy karfió. A karfió pörkölt meg az úszósziget nem tartozott ezek közé, az ételek közé. Talán ezért is volt az, amikor megkaptam a felkérést tőletek, hogy ez volt az első kettő, amelyik így eszembe jutott, hogy kedvencem volt. Hát elszoktam már így a házi kosztól, tehát szeretem az ilyen ételeket, és gyakorlatilag ezzel kényeztetem magam. Nem utazom, nem vásárolok, én az egyetlen olyan dolog, amivel így hízelgek magamnak, vagy kedveskedek magamnak, azok a finom ételek. Engedett maga mellett a konyhába sertefertélni? Vagy volt egyáltalán erre igényed? Nem, én bezárkóztam a szobámba, írtam, rajzolgattam. Én mindig is el voltam magamban. És ezt ők hogy élték meg? Egy idő után békén hagytak. Látták, hogy igazából ez van. Hát
regényt írok, rajzolgatok, képregényeket rajzolgatok, később ugye zenéltem. Láttak azt, hogy egyszer el vagy a gyerek, ha játszik, el van magába. Aha. Hasznosan töltöd el az időt. Persze, ártalmatlan, ennyi az egész. Hát, hogy külön szeret enni, akkor hagyjuk külön enni, és ezért hálás vagyok nekik. Akkor megkérdezem, hogy ez kb. Így nézett ki? Hát nem tudom, ez még most alakul. Nem érdeklődtem soha a főzés tudománya iránt. Az volt a legutolsó próbálkozásom, másfél éve, amikor egy rántottát megpróbáltam elkészíteni, túl sok olajat tettem bele, és ilyen gyötrő hasfájás volt, rettenetes volt, akkor megfogadtam, hogy ezt többet nem. Szét volt főzve benne a karfiol, vagy ropogott? Ez nálam egy sarkalatos kérdés. A kettő között. De azt nem szeretem, hogyha szétfeslik, vagy szétfoszlik, azt sem szeretem, viszont azt sem szeretem, hogy ilyen fás. Azt szeretem, hogy a kettő között van. Aha, jó, akkor ebbe egyetértünk, mert legyen meg főve, de ne legyen nyers, én szeretem, ha picit ropog. Akkor ez most már lassan eléri azt az állapotot. Megkóstolod, ha megkérted? Karfiol pörös. Azt kell mondjam, ez pont olyan. Komolyan? Aha. Zsír. Örülök. Király? Tidim. Jó. Akkor már csak a galuskán kell túl lenni, és én azt gondolom, hogy szakmám csúcsára fogok elérni, hogyha ezt sikerül kitalálni. Karfiolpörköltet viszonylag sűrűn csinál anyukám. Amikor találkozunk, mindig ezt kérem tőle, úgyhogy azt egy évben egyszer-kétszer az érszem. Az úszószigetet szerintem körülbelül 40 éve ettem utoljára. Gríz az bele volt kanalazva, és úgy úszott a tetején? Úgy úszott a tetején, mint egy kis sziget, mint egy szigetek, úgy olyanok voltak tényleg pont. Tehát ezt mi most, hogy mondod, azt nem mondtam, hogy ezt általában hidegen fogyasztottuk, tehát ilyen hideg étel. Igen, igen, az stimmt, hogy hideg étel. Most azon gondolkodom, hogy hogyan fogom ezt megoldani, mert hogy a gríz az ugye nehezebb, mint a madártej, de majd mindjárt kitaláltam. Valahogy mégis úszott a tetején. Uh-huh. Hideg volt, és összeállt gríz, mint a kétnapos vagy egynapos tejbe gríz. Tehát ilyen egybálló kis, tényleg ilyen volt, mint a sziget. Akkor lehet, hogy az lesz, hogy felverek egy kevés tojásfehérjét cukorral, és azzal fogom összekeverni, és az már úgy úszni fog. Mennyire voltál édes szájú gyerek? Voltam és vagyok is, nagyon szeretem az édességet. Uh-huh. A desszert az számomra az minden étkezésnek a velejárója általában. Minden étkezésnek? Szeretem az édességet, igen. Király, mondjuk azt sokan szeretjük. Levest is, főzeléket is, másodikat is, de én minden evő vagyok. Az a kulináris élvezet, amikor éreztem, amikor először ettem úszószigetet, az valami megmaradt színesben, hogy így kavargattam az úszó grízszigeteket. Átszűröm a madártejet, felfogom belőle a vanília darabokat, meg azt a kevés tojás sárgáját, ami kicsapódott, és ez úszik, nem fogod elhinni. Eldobom az agyam. Hát én azt kell mondjam, ez volt az eddigi legemberpróbáló vállalkozás. Nagyon szerettem a nagymámat, aki ezeket főzte nekem, és tényleg már nem él, már nincs köztünk, de úgy benne vannak ezek a régi emlékek ott Kórós-szigeten. Ugye a konyhából ugye az egyik fal az egy kemence volt, a másik fel a kemencének a szobát fűtötte. Tudod, amikor iszonyatosan nagy hőség volt éjszaka, viszont reggelre meg kihűlt az egész szoba, és hát ja, és hát úgy volt megágyazva, meg ágyalva. Ágyalva, tényleg. Tanálkozunk fél álmomban. Szóval úgy volt megágyalva, hogy ilyen nagyon magas volt a dunja. Igen. És nagyon stoki minden. Volt a kemence falán egy fali terítő, fehér téglalap, és pirosa volt belehímezve egy pára, hogy azt hiszem, hogy csónakba ültek egy tavon, és az volt ilyen kackiás betűkkel aláírva, hogy csak a szépre emlékezem, az első boldog nyára. Igen, az Jávorpál. És a szobában meg volt egy festmény, a másolata színei Mersepál Lila ruhás nő című festményének, és ez mondom, csak a szépre emlékezem, az első boldog nyárra, a Lila ruhás nőre, színei Mersepálra. Eltelt a dolgos nap falun, befütöttek anyuék a kemencébe, és kellemes meleg volt a házban, összegyűlt a család, reggel 4 óta fönn vannak, ugye a teheneket fejni, stb. És akkor ilyen kellemes esti, meleg, tiszta, szép érzés. Köszi! Jó étvágyat kívánok!
várj, ússzon a sziget. Nem fog úszni rajta. De úszik, vagy leír az aljára. Uh-huh. Ezt odaadom. Köszi. Én jól beleszek. Na mi az ítélet? Ilyen volt. Ilyen volt? Csak hát ugye most nem volt elég idő, hogy lehűljön teljesen, meg összeálljon a kriz, de ilyen. Uh-huh. Jó. Pont olyan, mint amilyennek emlékeztem rájuk, és karfiolpörés és az úszóciget is nagyon finom vacsora lesz már, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, ez a nap se kelt fel hiába. Készen vagyunk. Yummy. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Karantén, pocsi. És hogy sikerült végül is véghez vinni ezt a feladatot. Mm. Köszönjük szépen, és jó étvágyat kívánunk. Sziasztok!